A Ruskó Gábor felkérésére írtam egy építészeti fikciót az UND magazinba körülbelül egy évvel ezelőtt. Az UND magazin témája a csokoládé volt, én viszont építészként a csokoládét szerettem volna összehúzni valahogy az építészettel, így, és találtam egy időpontot, hogy Ildefons Szerda körülbelül ugyanakkor rajzolja fel Barcelonának a rendezési tervét, amikor feltalálják a táblás csokoládét. És akkor ebből megírtam a saját verziómat a modern építészet történetére, ami a kakaobabbal kezdődik. A kakaobab a teobroma fa termése. A teobroma azt jelenti, hogy az Istenek eledele, amit egy Linné nevű svéd botanikus adott neki. Az Istenek eledele azért is az Istenek eledele, mert az azték mitológiában a tollas kígyó a tudás, a tanulás és az éberségnek az istene, és az ő eledele gyakorlatilag a kakaobab. Gyakorlatilag a tömb csokoládé, a kemény csokoládé, a szilárd csokoládé az az 1800-as évekig konkrétan nem létezett, hanem egy keserű csokoládé italt fogyasztottak az aztékok, a toltékok és a maják is, amit gyakorlatilag olyasmi célra használtak, mint mi a kávét. Éberebbek lettek tőle, jobb lett a teljesítő képességük, stb. És emellett, hogy ezt az italt fogyasztották, emellett magát a kakaobabot fizetőeszközként használták, úgyhogy egy idő után a kakaobab pénzé vált, és csak azt tudott csokoládé italt inni, akinek sok volt belőle. Majd Cortez ugye elmegy Amerikába, találkozik Montezumával, aki azt hiszi, hogy ő maga a tollas kígyó, az Isten. Sose láttak előtte még ilyen embert, ezért csokoládéval kínálja. Corteznek annyira megtetszik ez az egész dolog, hogy a csokoládét elhozza Európába, ahol spanyol apácák 1840 körül kitalálják a táblás csokoládét, ami az én történetem szerint elkerül Ildefons Szerdához, aki inspirációt merít Barcelona rendezési tervéhez belőle. És akkor elindul ez a modern építészeti folyamat gyakorlatilag, és megjelennek a táblásított rendszerek. Például megjelennek a tömbházak, megjelenik a Bauhaus, megjelenik a konstruktivizmus, megszületik Le Corbusier, Walter Gropius vagy Mies van der Rohe, jönnek a nagyobbnál nagyobb táblásított városok, és az egész modernizmus a reneszánszát éli, amikor 1951-ben egy Yamasaki Minoru nevű japán építész megálmod St. Louisban egy Prit Igu nevű lakótelepet, ami egy akkori értelembe vett igazi utópiának készül. Azt mondják, hogy szeretnék, hogyha a fekete és a fehér emberek egy telepen élhetnének, terveznek nekik egy ilyen lakótelepet, de gyakorlatilag külön házakat terveznek a feketéknek és a fehéreknek, és ez lesz az alapkoncepciója az egész telepnek, ennek az egész új táblásított rendszernek, hogy bár együtt, de mégis külön, és összesen 33 darab 11 emeletes házat építenek, 23 hektáron, 56-ba készül el, és hát mondanom sem kell, hogy ez az egész nem működött, és 1972. március 16-án 3 óra 22 perckor felrobbantják ezt az egész telepet, ezt Charles Jenks, a modern építészet halálának nevezi ezt a pillanatot.